Több település több iskolájának részvételével rendezte meg a mai hagyományos iskola héthez kapcsolódó cseketavi váltófutás programját a Vaszari iskola. A kerek évfordulón az iskola 110. születésnapjára a programot nosztalgiafutással egészítették ki. Hát igazából mindenkit vártunk a városból és környékéről, akik szeretnek futni, de főleg iskolánkhoz kapcsolódó személyeket, volt vaszaris diákokat, és azokat is, akik most lefutották ezt a csekeváltót, ugye ők csak 4-5-600 métereket futottak, és hogyha van energiájuk, akkor még ezután még futhatnak még egy kört. A régi jó sportolók mindig visszanéznek, hála Istennek mindig visszajönnek. Főleg az érettségi szünetben, akik ráérnek, azok jönnek vissza, de akik már esetleg máshol sportolnak, más városban, ők is rendszeresen visszajönnek, ha tudnak. És meg szoktuk őket hívni a tanárdiák mérkőzéseinkre, úgyhogy holnap is lesz egy-két volt diákunk, aki a gyerekek ellen fog kézilabdázni, focizni és kosárlabdázni. A váltófutás és a nosztalgiafutás között levezető, bemelegítő edzést tartott egy sportos szülő a Vaszariból. A nagyobbik fiam az most ballagni fog, a kicsi az még itt töltött pár évet. Én nagyon szeretem, és pont ezért is szeretem, mert így részt vesz a rendezvényeken. Hát a mozgás az mindenkinek fontos, nem a gyerekeknek. Nagyon örömmel vettem ezt tudomásul, hogy jöhetek. Én mindig is szívesen megyek az ilyen rendezvényekre. Örülök, ha felkérnek szülőként, meg még büszke is lehetek, hogy ezt én csinálhatom, és a gyerekem láthatja. Tehát ez még ilyen példa is lehet akár. Én mindig mindenre készülök, szóval mindig összerakom, hogy mit szeretnék, hogy azért legyen egy gördülékenység benne. Hát most egy sima bemelegítés fogok csinálni, abszolút semmi bonyolult dolog, sőt egy alap kis lépések, örülök, ha tudják követni. Mindenképp egy jó hangulatú zenével készültem, úgyhogy inkább az, hogy egy kicsit felszabaduljanak, közben bemelegedjenek, és jól teljen a futásuk. Holnap többek között tanárdiák meccsekkel folytatódik az iskola hét programja a Vaszariban.